Sziasztok! A mai ez egy elfogyott termékes videó lesz, vagyis megmutatom nektek, hogy miket használtam el az elmúlt hetekben, illetve a rövid véleményemet is megosztom veletek. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Az első, amiről beszélni szeretnék, az a Lush Rose Argan Body Conditioner zuhanyzás közbeni testápoló, amit nem én vettem, hanem úgy kaptam egy rendezvényen, de nem lásos rendezvény volt. Viszont erről már elég sok jót hallottam. Ezt ugye úgy kell használni, nem tudom, hogy van-e rajta pontos használati utasítás, igen, hogy a nedves bőrre kened fel, ugye gyakorlatilag fürdés vagy hát zuhanyozás közben, leöblíted, és akkor utána finoman megtörlöd magadat. Na most ez valami hihetetlenül brutálisan hidratál, tehát olyan szinten puha volt utána a bőröm, hogy azt el nem tudom nektek mondani. És hát ugye nagyon kényelmes a használata, hiszen egy zuhanyzás közbeni testápoló, tehát lezuhanyozol, felkened, leöblíted, megtörölközöl és készen vagy, és szuper puha a bőröd. Szóval nagyon-nagyon szerettem. Az egyetlen dolog, amit annyira nem szerettem benne, az az illata, mert hogy van valami mellékillata legalábbis számomra, ami, hát nem azt mondom, hogy elviselhetetlen, de annyira nem tetszett, de mivel a bőrömmel tényleg csodákat művelt, így használtam. Szóval nekem az illata az nem annyira bejövős, de maga a termék szerintem szuper. Nem tudom, hogy fogok-e vásárolni belőle, mert hallottam, hogy eléggé drága, bár azt még nem néztem meg, hogy pontosan mennyibe kerül. A következő az egy CD dezodor, mégpedig a víziliumos verzió. Ez alumínium sómentes és nem tartalmaz ásványolajat, szilikont, parabén, színezőanyagot, illetve állati eredetű összetevőket. Azt hiszem, volt már egy ilyen dezodor egy előző elfogyottas videómban, én ezeket tesztelésre kaptam, és megmondom őszintén, hogy nem vagyok oda különösebben értük, nem rosszak, így elhasználgattam őket. Este, amikor lezuhanyoztam, akkor utána befújtam vele magam, de az izzadásgátló hatásuk az nem túl erős. Az illatukért se vagyok oda különösebben, szóval én magam valószínűleg nem vennék ilyet, de úgy elhasználgattam őket. Még egy dezodor, ez a Dove Powder Soft 48 órás dezodor, amit viszont nagyon-nagyon szeretek. Ennek ilyen púderes, édeskés, kicsit talán mézes illata van, de elég jó az izzadásgátló hatása, úgyhogy most is egyébként egy ilyen Dove dezodort használok, csak a kéket, az originált, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. Van itt egy The Body Shop Spiced Apple kisméretű testvaj, ez ugye limitált illat volt karácsonykor. Én ennek egyébként nagyon szerettem az illatát, ilyen finom, fűszeres, almás illata van, nagyon jól hidratált, és tényleg én szerettem az illatát, de bőven elég volt belőle ez a picike, azt hiszem 50 ml-es verzió, mert hogy én általában ezeket a limitált illatokat egy idő után megunom, úgyhogy valószínűleg a nagy testvajat nem tudtam volna elhasználni, mert megcsömörödtem volna az illatától, de ezt a picikét nagyon szerettem. És akkor még egy Body Shop termék, ami viszont 2015 karácsonyán volt limitált illat, mégpedig a Frosted Plum, ebben ilyen fürdőkockák voltak, amiket, hogyha beledobtál a vízbe, akkor pesgett, és ilyen nagyon szép lilás színe lett a fürdővíznek, és isteni finom illata volt. Annyira jól eltalálták ezt a fagyos szilevet, és nagyon sajnáltam egyébként, hogy 2016 karácsonyán nem találkozhattunk vele újra a boltokban, úgyhogy én örülök, hogy ez ilyen sokáig kitartott, én spóroltam ezzel direkt. A következő az egy pálmolív konyhai szappan, aminek ugye az a különlegessége, hogy eltávolítja a főzés közben kézre került kellemetlen szagokat. Ebben lime kivonat van egyébként, és azt írja, hogy hatásos a hal, hagyma és fokhagyma szaga ellen. Korábban próbáltam már, ha jól emlékszem, a Balának egy konyhai szappanját, és az gyakorlatilag semmit nem csinált a szagokkal, tehát egyáltalán nem semlegesítette őket. Ez azért jobb volt ilyen tekintetben, de teljesen nem tüntette el ez sem a szagokat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy befejeztem ezekkel a konyhai szappanokkal való próbálkozásomat, mert pont azért vettem meg ezeket, mert hát ha majd eltünteti a kezemről a fokhagyma, meg nem tudom én milyen szagot, de 100%-ig ez sem semlegesítette őket, szóval lehet, hogy nem tudom, marad a citrommal való dörzsölgetés. Úgyhogy hát nem volt rossz, de nem fogom újra venni. A következő krém, a nagy szerelmem, a L'Occitane peóniás börtökéletesítő krém, amiről szerintem már éppen eleget hallottatok. Imádom ezt a krémet, egyszerűen csoda, szuper, gyönyörű tőle a bőröm, hidratált,
puha, rugalmas, ragyogó, mindent tud, amit egy arckrémnek tudnia kell számomra. Az egyetlen szépséghibája, hogy baromi drága, úgyhogy én mindig akkor szoktam venni, amikor van valamilyen kupon, úgyhogy most is megvárom majd ezt. A következő termék az már egy hajápoló, mégpedig a Schwarzkopf Ultim Stylist Satin Frizz Control hajegyenesítő spray, vagyis ez tulajdonképpen hajvasaláshoz ajánlott, hővédő, illetve egyben hajegyenesítő is. Nem volt rossz, de én még mindig keresem a tökéletes hővédő sprayt. Régebben volt a Vellának egy ilyen kétfázisú hővédője, amit egyszerűen imádtam, gyönyörű volt tőle a hajam, fényes, puha, illatos, és megszüntették. És azóta egyszerűen nem találok olyan hővédősprét, amit tényleg nagyon-nagyon szeretnék, és amivel maximálisan meg vagyok elégedve. Úgyhogy ezt is elhasználgattam, de igazából különösebben nem voltam oda ezért sem. Úgyhogy ha van valami jó ötletetek hővédősprére, akkor légy szíves, írjátok meg kommentben, mert muszáj egyet találnom. A következő az ismét egy testápoló termék, mégpedig a Dove Derma Spa Cashmere Comfort testvaj, amit nagyon száraz bőrre ajánlanak, és ezt tényleg nagyon száraz bőrre ajánlom. Én ezt igazából kizárólag a várandóság alatt használtam a hasamon, illetve a combomon, csípőmön, mert hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon sűrű, nagyon tápláló krém, aminek sok idő kell, hogy beszívódjon. Szóval ez nem csak az a testápoló, amit felkelsz, és akkor 10 perc múlva már öltözöl fel, viszont tényleg nagyon-nagyon jól hidratál, és egyébként nekem az illata is nagyon tetszett, ilyen, nem tudom, ilyen finom krém illata volt, de nekem nagyon bejött. Szóval akinek nagyon száraz a bőre, annak érdemes tenni ezzel egy próbát. A következő az egy Balea krémtusfürdő, amit száraz bőre ajánlanak. Igazából tökre szerettem, olyan olcsók ezek a Balea tusfürdők, és tényleg szerintem nagyon jók, rengetegféle illatban lehet őket kapni, úgyhogy ezt is örömmel elhasználtam. Van itt még egy testvaj, amit nem sikerült elhasználnom, tehát van még a tégelyben, bőven láthatjátok. Ez a Palmer's Cocoa Butter Formula Tummy Butter for Stretch Marks, kifejezetten terhességi csíkokra ajánlott, tehát ide a has területére, és mindenféle olajak vannak benne. Az az igazság, hogy ez annyira sűrű, hogy kell neki egy kis idő, hogy így a kézmelegétől vagy a bőrmelegétől elolvadjon és jó kenhető állagú legyen, és talán pont emiatt nem szerettem ezt. Az illatáért se voltam különösebben oda, úgy elkenegettem a hasamra, de aztán egy idő után már így nem volt kedvem vesződni vele, hogy várjak, amíg felmelegszik, és rendesen el tudom kenni a hasamon. Ennek is elég sok idő kell, hogy beszívódjon, de hát nyilván, amikor az embernek ugye feszül a hasa, meg száraz a bőre, akkor tök jó egy ilyen testvaj, csak mondom, nekem valahogy kicsit macerás volt, úgyhogy meguntam, és aztán áttértem más krémekre. És még egy testvaj, hát igen, a várandóság alatt gyakorlatilag zabáltam a testvajakat, ez a The Body Shop Pinita Colada kisméretű testvaja, ami még egy nyári limitált illat volt, és hát gyakorlatilag nyarat hozott a telembe ezzel a piña colada, kókuszos, ananászos illattal. Hogyha ezt összehasonlítom ezzel a fűszeres almás testvajjal, akkor igazából azt kell mondanom, hogy nagyon hasonló az állaguk, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a Body Shop testvajaknak nem mindegyiknek ugyanolyan az állaga, vannak köztük sűrűbbek, vannak köztük picit hígabbak, szóval érdemes a boltban kipróbálni vásárlás előtt, hogy milyen annak az állaga, amit ti meg szeretnétek venni, hogy nehogy aztán otthon legyen meglepetés, de ennek a kettőnek egyébként nagyon hasonló állaga volt, és mindkettő nagyon jól hidratált. A következő az egy parfüm, amit sajnos nem sikerült elhasználnom, ez a Zara Women 11 Corso Vittorio Emanuele Milano. Nem tudom, hogy ez a parfüm neve, vagy mi ez a felirat, ami rajta van, szóval ez egy Zara női parfüm. Ezt a férjemtől kaptam, de már nagyon-nagyon régen, és a múltkor rendezgettem a sminkes komódomat, és megláttam ezt a parfümöt, megszagoltam, és valahogy ilyen, nem tudom én, ilyen kellemetlen mellékillata van már, szóval valószínű, hogy lejárt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább megszabadulok tőle, ezt én már nem fújom a bőrömre. De egyébként egy nagyon kellemes kis illat volt, a férjem szerencsére nagyon jól tud parfümöket vásárolni, és általában nagyon jól eltalálja, hogy milyen illat az, ami tetszik nekem, úgyhogy ez is nagyon tetszett, de mivel most már van egy ilyen mellékillata, így nem tudnám nektek körülírni
ezt a parfümöt. Van itt még egy kisméretű MAC Studio Moisture hidratáló krém. Ennek a nagy részét igazából még nyáron használtam el, mivel ez egy ilyen abszolút könnyű nyári hidratáló krém. Csak aztán megtaláltam, láttam, hogy van még benne egy picit, na jó, mondom, akkor elhasználom, de igazából télre kevés volt az én bőrömnek, mivel ilyenkor általában szárazabb az arcbőröm. Nyáron viszont nagyon szerettem, mert tényleg nagyon hamar beszívódik, és szuperül lehet rá sminkelni. És a végére már csak két sminktermék maradt, az egyik az Essence Keep It Perfect sminkfixáló spré, amit úgy elhasználtam, igazából nem tudom megmondani, hogy szerettem-e, vagy sem. Én azért fújkodtam az arcomra, hogy elvegye ezt a púderes, poros hatást a sminkelés végén, de hogy mennyire fixálta a sminkemet, azt úgy nem tudnám nektek megmondani. Viszont egy picit számomra kellemetlen illata volt, bár nem túl erős, hamar elpárolgott, de valószínűleg ebből nem fogok venni, mert annyira nem szerettem. Ezt a L'Oréal Miss Hippie Mega Volume szempillaspirált viszont egyszerűen imádtam, pedig eléggé döcögősen indult vele a kapcsolatom, mert hogy az első néhány használatnál valahogy nem volt az igazi. Szerintem ennek is kellett egy kis idő, hogy a festék talán egy picit besűrűsödjön, vagy más legyen a textúrája, na és akkor már egyszerűen szuper volt. Ennek hagyományos keféje van, és viszonylag nagy egyébként a keféje, de én az ilyen típusúakat szeretem, nekem ezek a nagyon modern és mindenféle furcsa alakzatú szempillaspirál kefék nekem valahogy nagyon nem jönnek be, ettől viszont gyönyörűek lettek a pilláim, túlsak, íveltek, nem tapasztotta össze őket még két rétegben sem, szóval ezt a szempillaspirált én tényleg csak ajánlani tudom. Ezek lettek volna a termékek, amiket szerettem volna bemutatni nektek. Hogyha ti is próbáltatok valamit ezek közül, akkor mindenféleképpen írjátok meg a véleményeteket, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!